Sziasztok! Ma megint egy kicsit szakmai témát veszünk elő, nevezetesen a pályázatokat. Úgy érzem, hogy ezzel a témával kapcsolatban van egy kis félreértés, hogy mi számít úgymond jó lehetőségnek nekünk, mint alkotónak, és hogy mit kell átgondolnunk, mielőtt beadjuk a munkánkat egy pályázatra. Ez a videó elsősorban alkotóknak szól, de annak is nagyon hasznos lehet, aki pályázatot szeretne kiírni, mert beleláthat kicsit, hogy milyen ez alkotói oldalról pályázatok így első körben nagyon vonzónak tűnhetnek, különösen, hogyha valaki kezdő az illusztrációs szakmában. Így messziről nézve úgy tűnhet, hogy ezek kiugrási lehetőséget biztosítanak a névtelenségből, és sokszor még pénzbeli juttatást is ígérnek a nyertesnek. Pontosan ez az a mézes madzag, amivel nagyon sok pályázatíró visszaél, és miközben eladja úgy a pályázatot, hogy ő egy bemutatkozási lehetőséget kínál a fiatal tehetségeknek, valójában a grafikai szakma kizsákmányolásához járul hozzá. Ez most tudom, hogy nagyon radikálisnak hangzik, ezért hoztam is egy konkrét példát, és érteni fogjátok, hogy miről beszélek. Mielőtt azonban ebbe belevágni, szeretném leszögezni, hogy természetesen nem minden pályázat kizsákmányoló. Mindenképp érdemes megkülönböztetni úgynevezett szakmai és piaci pályázatokat. Ennek a megkülönböztetése viszonylag egyszerű. Szakmai pályázat az, ahol egy szakmai zsűri dönt a díjazott pályamunkákról, és a pályázat rendezőjének semmilyen anyagi haszna nem származik a pályázat kiírásából. Ebbe a kategóriába tartozik itt Magyarországon például az aranyrajszög a tervezőgrafika területén, vagy például a Budapesti Illusztrációs Fesztivál az illusztrátoroknak. Ezek valóban bemutatkozási lehetőséget kínálnak, és hogyha adott esetben van is nevezési díj, akkor ezt nem arra használják fel, hogy egy valamilyen magáncég profitját növeljék. Ezzel szemben a piaci pályázatokat általában cégek írják ki, és a díjazott pályamunkát valamilyen formában fel akarják használni. Láttam már példát arra, hogy egy nagyobb kávézó például a papírpoharaira nyomta a díjazott grafikát, egy másik cég például a csomagolásának akarta felhasználni. Hogy mi ezzel a nagyon-nagyon nagy baj, azt mindjárt megbeszéljük, viszont van itt nekünk egy éles példa, ami március végén került fel az Instagramra, egy kisebb magyar ö, cég töltötte fel. A konkrét vállalkozást itt most nem nevezem meg, csak X cégként fogok ö, utalni rájuk, mert nem lejáratni szeretném őket, de fel fogom olvasni a pályázat releváns részeit. A pályázat kiírása így hangzik. Grafikai pályázat, amely lényege az érzékenyítés. Az X csapat szeretne olyan mondatokat, szavakat, illusztrációkat terveztetni, amik szerepelhetnek az X márka pólóin, rendezvényein, plakátokon, rollapokon, programfüzetekben, emléktárgyakon és a márka online felületein. A pályázat célja olyan logók, feliratok, illusztrációk tervezése, amik segítenek, illetve elmélyítik az érzékenység fogalmát, az egyenlőségre való felhívás, a másság elfogadása. Tök oké. Okay. A pályázók köre a pályázati eljárás nyílt, azon bárki részt vehet. Pályázati feltételek. Egy pályázó legfeljebb három pályázatot nyújthat be, minden terv külön értékelés alá esik. Nevezési díj nincs. A pályázat egyfordulós. A logó minimális felbontása 300 dpi. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok. A logó PNG formátumban. A benyújtott pályaművek rövid szöveges ismertetése. Nyilatkozat a szerzői jogokról. Itt figyeljetek! A pályázónak nyilatkozni kell egyfelől, hogy a beadott munkák eredeti szellemi tulajdonukat képezik, tehát ahhoz harmadik félnek nem fűződik joga, másfelől, hogy a szerződés szerinti díjazásért a nyertes pályamű felhasználási jogát tér- és időbeli korlátozások nélkül átadja X cég tulajdonosának részére. A nyertes pályamű díjazása elismerése a legjobb öt pályamű egy hónapon át ki lesz állítva egy budapesti kávézó falain. A nyertes a rákerül az X cég márka nyári kollekciójára. Az eladott termékek után a nyertes jutalékban részesül, erről részleteket e-mailben kapnak a résztvevők. A döntést követően a nyertes pályázóval az X csapat felveszi a kapcsolatot a pályázó által megadott elérhetőségeken. Figyeljetek, jutalékban részesül. Itt jegyezném meg, hogy ez nem egy mamut cég, tehát nem több milliós eladásokra fogunk számítani. Emellett ugye az sincs meghatározva, hogy mennyi a jutalék mértéke, tehát hogy a profit hány százalékából rész, részesül az alkotó. A díj kifizetésének feltétele, hogy a pályázó átadja a logót megfelelő minőségű PSD emellett vektoros AI formátumokban, Valamint a logot plusz díj nélkül módosítja abban az esetben, ha ezt az X csapat kéri. Itt lényegében azt fogalmazzák meg, hogy a kíró bármennyi változtatási kört kérhet a nyertes grafikustól további díjazás nélkül, illetve hogy szerkesztető formátumban kírik. A szerkesztető formátumok átadása nem egy standard grafikai eljárás, csak komoly ellenérték fejében szokás átadni. Nézzük tovább. Szerzői és felhasználási jogok. Blablabla. Bla, bla. bla pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja és az tetszés szerint módosíthatja. A pályázat kírója nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a pályázó engedélyével a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. Na, akkor nézzünk erre egy kalkulációt. Tegyük fel, hogy megbíznak egy grafikust azzal, hogy készítsem logót vagy illusztrációt, amit Egyrészt térbeli és időbeli korlátozások nélkül felhasználhatnak minden felületükön, tehát polókon, illetve marketinganyagokban, reklám felületen bárhol. Másrészt tetszés szerint belenyúlhatnak a grafikába a megkapott forrásfájlok segítségével a grafikus tudta nélkül, vagy kérhetik a grafikust, hogy ingyenes módosítási köröket hajtson végre a kérésükre. Harmadrészt kizárólagos felhasználási joguk van rá, tehát a grafikus nem adhatja el a grafikát például egy licenszerződés keretein belül egy másik cégnek. Na most, ez a cég méretétől függően Magyarországon 2021-ben egy minimum 100 ezres nagyságrendű grafikai megrendelés ez az, amit lényegében teljes kivásárlásnak is nevezünk, tehát amikor gyakorlatilag minden jogot átruházunk a megrendelőre, és ő úgy és ott használja fel a munkát, ahogy akarja. Az ilyenfajta jogok átruházása általában olyan 200-300 százalékos pluszköltséget jelent egy cégnek. A cég azonban nem kínál mást, mint egy százalékban meghatározott és amúgy is teljesen kiszámíthatatlan jutalékot, illetve kiállítási lehetőséget egy budapesti kávézó falain. Ugye érzitek ti is, hogy ez mennyire viszensígy. Na de tegyük fel, hogy X tég mondjuk 300 ezer forintot kínál nyereményként ezért a pályázatért, ami piaci alapon szerintem egy reális ár lehet, én legalábbis már elfogadnék egy ilyen áru megrendelést. Itt már lehet fontolóra venni, hogy megpályázzunk-e egy ilyen lehetőséget, de én személy szerint soha nem veszek már részt ilyen pályázatokon. Nézzük ezt a szituációt grafikusi oldalról. Ahhoz, hogy egy minőségi pályamunkát leadjak, a konkrét feladat típusától függően több órát, vagy akár több hetet is dolgozhatok ezen. Semmilyen garancia nincs rá, hogy ezt a befektetett munkát valaha is kifizetik nekem. A portfóliómban lehet, hogy fel tudom használni, de kiírástól függően ez vagy bepasszol az én profilomba, vagy nem. Nyertesből mindenképpen egy lesz, tehát arányaiban elég kicsi az esélyem, hogy pont én nyerjem meg a pályázatot. A munkaórákat viszont mindenképp bele kell ölnöm, különben már az esélyesek közül is kizárom magamat. Nézzük most ugyanezt megrendelői oldalról. Szeretnék egy grafikát, amire rászánom a piaci szempontból reális összeget. Nem fizetek többet a végén, mint hogyha egy konkrét grafikust bíztam volna meg, viszont cserébe több tíz, száz, akár több ezer pályamunka közül is válogathatok, és mindennek tetejében még azt is kommunikálhatom magamról, hogy én támogatom a feltörekvő tehetségeket. Mindenközben igazából semmi más nem történik, mint hogy versenyeztetjük az alkotókat egymással, miközben egy nyertes kivételével egyiknek sem kompenzáljuk sem a befektetett idejét, sem az energiáját. Nem tudom, hogy mennyire érzitek, hogy nagyon-nagyon visszás ebben a helyzetben azt kommunikálni, hogy ők támogatják a fiatal alkotókat. Alapvetően ennek az etikus módja az az lenne, hogy a cég megkeresi azt a grafikust, akivel a portfóliója alapján szívesen dolgozna együtt, ebbe bele is fekteti az energiát, hogy ezt a grafikust megtalálja, és hogyha nagyon finnyás, akkor esetleg csináltat vele egy próbamunkát, amit egyébként ki is fizet, és ez alapján eldönti, hogy szeretne együtt dolgozni a grafikussal vagy sem. Na de mi is az, amit ebből ti le tudtok szűrni? Én biztos, hogy nem fogom azt mondani nektek, hogy soha ne vegyetek részt semmilyen körülmények között piaci pályázatokon. Ezt nyilván mindenkinek magának kell eldöntenie. Viszont minden esetben nagyon-nagyon fontos, hogy végignézzétek, hogy pontosan mik a szerződési feltételek, mielőtt beadtuk egy pályamunkát. Értékeljétek ki, hogy ha valaki a felkínált díjazásért megkeresne titeket egy tervezéssel, akkor elvállalnátok-e? Ami ugye már egy sokkal jobb felállás, mert akkor mindenképp megkapjátok a díjazást, nem csak akkor, hogyha megnyeritek a pályázatot. Ha már ezen a ponton az a válasz, hogy nem, nem éri meg, akkor inkább ne vegyetek részt ezen a pályázaton. Az olcsó és ingyen munkáról már készítettem egy videót, hogy ez miért nagyon káros, ezt ide is linkelem a jobb felső sarokba. Ha pedig fair nyereményt ajánlanak, akkor is gondoljátok át, hogy biztos érdemes -e ennyi energiát és időt beletenni egy ennyire bizonytalan projektbe. Hogyha tényleg fel tudjátok használni a portfóliótokban a munkát, akkor el lehet rajta gondolkozni, de hogyha nem passzol be a profilotokba, akkor ezt az időt sokkal jobban töltitek el, hogyha valamilyen portfólióépítő tevékenységgel foglalkoztok közben. Itt a fenti példával kapcsolatban én úgy éreztem, hogy ez az X ez nem azért írt ki ilyen pályázatot, mert nyerészkedni akart az alkotókon, vagy ki akarta volna zsákmányolni őket, hanem mert nem ismerte a másik oldal szempontjait. Ezért is nagyon fontos, hogyha találkoztok olyan pályázattal, vagy pályázatkíróval, aki szerintetek nem etikusan járt el, akkor udvariasan hívjátok fel a figyelmét rá, hogy ez így nem oké. Okay. Akár ezt a videót is elküldhetitek neki. Ami már sokkal jobban bosszant, hogy egy nagyon udvarias hangvételű levelet írtam ennek a cégnek a pályázatkiírásukkal kapcsolatban, amire semmilyen választ nem kaptam, annak ellenére, hogy láttam, hogy látták az üzemetemet, és a pályázatkiíráson sem módosítottak semmit. Egyelőre most beérem annyival, hogy elkészítettem ezt a videót, és felhívtam rá a figyelmüket, de az az igazság, hogy annyira bosszant ez a kérdés, hogy ha legközelebb találkozom ilyennel, akkor ezt igenis névvel fogom megosztani. Hogyha több dolgot hallanátok az illusztráció és a grafika szakmai oldaláról, akkor ide linkelek egy lejátszási listát, ahova összegyújtottam az ezzel kapcsolatos videóimat. Köszönöm, hogyha lájkoljátok ezt a videót, és feliratkoztok a csatornámra, hogy a jövő héten újra találkozhassunk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a mait, és hogy óvatosak lesztek a jövőben majd ezekkel a jó lehetőségnek álcázott kiírásokkal szemben. Köszönöm, hogy jöttetek ma! Sziasztok!